Üdvözlöm a kedves nézőket! Egy nem mindennapi kiállítás, lassan 20 napja van nyitva a várba. Igen, Csontvárit megismeri nem csak a magyar nép, hanem az egész világ. Erről kérdezem az illetékes államtitkárt. Államtitkár úr, úgyis, mint a miniszterelnök hivatal vezető helyettese, mit tesz azért, hogy tényleg az egész világ, nem csak a magyar közönség, ha bár rájuk is ráfér, megismerjék ezt a nem mindennapos patikust, aki világhírű festővé vált? Azt gondolom, hogy példa nélküli ez a fantasztikus tárlat. Soha nem volt olyan kiállítás, ahol Csontváry összes nagy képe egyben volt látható. 1963-as nagy tárlaton sem. Úgyhogy fél évszázad után mind a budapesti, mind az egész Kárpát-medencei magyar közönség joggal várta ezt a kiállítást, és örülünk annak, hogy eljöhetnek. Ezt az érdeklődést látjuk a látogatószámokban is, visszaigazolják a látogatószámok a törekvésünket. 20 nap alatt, 20 naptári napról beszélünk, hétfőn zárva van a kiállítás, 20 naptári nap alatt 9600-an jöttek el ide. Ez azt jelenti, hogy ha ez a látogatószám marad, akkor fél év alatt 150-es nézőszámot lehet prognosztizálni, ami szerintem nagyon nagy siker. Abban is bízunk, hogy ennek a kiállításnak a sikere olyan módon fogja ráirányítani az életműre a figyelmet, hogy azok az orosz múzeumi és állami vezetők, akik a II. Világháború idején Magyarországról a Szovjetunióba hurcolt műtárgyak ügyében illetékesek, azok akceptálni fogják azt a korábbi kérésünket, amelyre eredetileg elutasító választ kaptunk, hogy az ott található csontvári képeket kölcsönadják, nyilvánvalóan itt kölcsönzésről van szó, azt a restitúciós vitát, amely régóta megvan, azt nem akarjuk felelőmeníteni ebben az esetben, vissza is adnánk a képeket, de szeretnénk, hogyha a budapesti közönség végre ezeket a műveket is láthatná. És végül hadd mondjam el azt, hogy ősztől arra fogunk fókuszálni, hogy minél több fiatal, minél több gyerek jusson el erre a kiállításra, tehát hogy minél többen lássák ezt a fantasztikus életművet, és éppen ezért az induló média kampány az rájuk fog fókuszálni, őket akarja, a pedagógusokat, a gyerekeket, az iskolásokat és a családokat akarja ide a budai várba, a volt Honvéd Főparancsnokság épületbe becsalogatni. Több fővárosi múzeumnak lehetősége van arra, hogy a vidéki iskolák kedvezményt kapjanak, amikor a fővárosba látogatnak. Így van ez ebben az esetben is? Ez nem egy múzeum, ahol most vagyunk, ez egy időszaki kiállítóhely, tehát nem vonatkozik rá az a szabály, mint ami a nagy állami múzeumokra, viszont mindenképpen meg fogjuk ezzel keresni a MÁV vezetését, hogy ezt a lehetőséget a csontvári kiállítás látogatóinak is biztosítsák. Államtitkár úr, más témába. Pontosan a mai napon a miniszterelnöki hivatal közölte, hogy újból van igazgatója és kuratórium elnöke a Páva utcai holokauszt kiállításnak és kutatóintézetnek. Mit tud erről mondani? Az az igazság, hogy ugye itt egy kényszerű helyzetben kellett a miniszterelnökségnek eljárnia, hiszen lemondott a központnak az igazgatója, és hát nyilvánvalóan a miniszterelnökség, mint fenntartója ennek az egyébként rendkívül fontos tevékenységet végző, az emlékezet kultúrát ápoló intézménynek a működése, hogy garantált legyen, ezért az új vezetésről gondoskodott. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.